Mai vendégünk Erdősi Gellért, a CB Shark ügyvezetője, LinkedIn szakértő, és őt fogadjuk, és kíváncsian várjuk, hogy ő mit mesél nekünk arról, hogy milyen is az a jó önéletrajz. De ne szaladjunk ennyire előre, szeretném megkérdezni Gellért, hogy hogyan kerültél a HR világába? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Ugye a HR irányába az én eltolódásom vagy elindulásom az úgy alakult, hogy még a karrieremnek így a legelején, igazából 20-as éveimnek így tényleg az első éveiben megtapasztaltam azt, hogy az önéletrajzom az nagyon sikeresen működött, nagyon jó eredményeket hozott, és ebből kiindulva igazából így akkor még csak intuitíven ráéreztem arra, hogy valamit jól csinálok, nem tudtam pontosan megfogalmazni, hogy mit, de éreztem, hogy valamit érzek így az erőben, ami nagyon jól működik. Aztán gyakorlatilag, ahogy teltek így a hónapok, az évek, újra és újra azon kaptam magam, hogy kollégáknak, barátoknak, ismerősöknek segítek önéletrajzírásban, és azik is nagyon nagy sikert hoztak. Aztán egyszer valaki megkérdezte tőlem ezt, hogy Gellért, nem akarsz ezzel így üzletszerűen foglalkozni? És akkor jött meg az a döntés, hogy lehet, hogy érdemes lenne erre egy vállalkozást elindítani, ami aztán CB Shark néven egyébként el is indult, és egy teljesen érdekes szereplője vagyok talán ennek a piacnak, mert soha nem dolgoztam HR szakmában, nem voltam fejvadász, nem foglalkoztam toborzással, viszont azzal foglalkozom elsősorban, ami a legtöbb embernek szükséges a sikerhez, hogy álláskeresőként tudja saját magát értékesíteni a piacon, ez pedig maga az értékesítési készség. És gyakorlatilag, hogyha múltamról egy mondatot mondhatok, akkor azt mondom, hogy mindig is termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítettem, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon hozzám közeli váltás volt, hiszen gyakorlatilag az értékesítői szakmában átléptem egy olyan területre, ahol értékesítést tanítok és oktatok álláskeresőknek. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. Említetted, hogy volt egy ötlet, és voltak sikerélményeid, meg pozitív visszajelzéseid. Mégis, ha ki kellene emelni egyet, ami a szívedhez közel áll, és még a pályád elején, ami úgy megerősítette azt, hogy te jó helyen jársz, és ebből lehet valami is hasznos dolgot csinálsz. Mi lenne az? Emlékszel rá? Vagy hát ez azért egy nagyon jó kérdés, mert talán akkor még nem gondolkodtam abba, hogy ennek akkora jelentősége van, de az első szerintem mindenkinek, ami egy ilyen érdekes pillanat, amikor megszerzi az első ügyfeleit, és az első ügyfelek azt mondják, hogy én bízok benned, fizetek a szolgáltatásodért, téged választalak, és gyakorlatilag a karrierem, a sorsom, a jövőmnek az alakulását azt rád bízom, ez egy nagyon nagy felelősség, és megmondom őszintén, hogy akkor még nem is éreztem ennek igazán a súlyát. Ma már sokkal jobban látom azt, hogy ez mennyire nagy döntés volt ahhoz képest, ahol éppen akkor tartottam, hiszen nem volt egy olyan szintű felépült brand, mint most, amilyen a CB Shark, nem volt egy ilyen szintű követettség, egy ilyen szintű ismertség, és abban az időpillanatban szerintem az, aki nekem bizalmat szavazott, egy nagyon nagy döntést hozott meg, és talán azt mondom, hogy ahogy teltek az évek, úgy értékeltem fel ennek a jelentőségét, hogy ez mennyire nagy dolog volt akkor, és konkrétan így talán azt mondanám, hogy az első egy-két ügyfelemnél volt ez az érzés, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy én bízok benne, és csináljuk meg közösen, és nyilván, amikor elkezdtek jönni az eredmények, akkor még inkább ez beigazolódott, hogy ez egy jó irány tud lenni. Uh-huh. Úgyhogy talán ezt mondanám így. Köszönöm szépen. És amióta te foglalkozol, most így mondom, üzletszerűen, tehát szakmailag beleástad magad ennek a területnek a mélyébe, mi az, amit megfigyeltél? Mi az, ami tényleg egy trend, változás az önéletrajzírások tekintetében? Vannak-e közös pontok, vagy valami változott az elmúlt időszakban? Uh-huh. Hát amit szerintem nagyon érdekes ezen a piacon, hogy gyakorlatilag a piacnak a működését azt kevesen értik igazán. Ezt itt arra gondolok egész pontosan, hogy azt gondolja a kívülálló, a külső szemlélő, hogy az álláspiacon történő érvényesülésnek a kulcsa az, hogy valaki mondjuk HR-es legyen, vagy ismerje a kiválasztás világát. Pedig sokkal fontosabb ennél az, hogy egy megfelelő mindsettel, stratégiával és hozzáállással áll neki az álláskereséshez, és képes értékesítői készségeket gyakorlatilag kamatoztatni, és saját magát eladni az álláspiacon. Amit én megfigyeltem, és ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem feltétlenül azok lettek a legsikeresebbek, akik a legjobb háttérrel rendelkeztek, legjobb egyetemre mentek, legjobb tapasztalatokat szerezték, hanem elsősorban inkább azok lettek sikeresek, akik belerakták a munkát, és ezt egy megfelelő megközelítéssel tették, és egy olyan értékesítési mindsettel is hozzáállással, hogy képesek voltak saját magukat a piacon értékesíteni. Uh-huh. Hozzád fordulhatnak akkor, ha tanácsot akarnak kérni, illetve te látod, te kíséred az ő útjukat, akiket ugye fogadsz. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy megfigyeléseid alapján mi az a három leggyakoribb hiba, amit jellemzően elkövetünk, vagy jellemzően
meggátolhatja a sikeres pályázatot? Három leggyakoribb hiba, annyit pontosító kérdés, hadd kérdezek, hogy mivel kapcsolatban a teljes álláskeresés vonatkozik? Talán az egyik az az, hogy bár mindenki nagyon hisz saját magában, amikor a folyamat elindul, és nagyon lelkes, így ég benne a vágy, hogy elkezdje az álláskeresést, viszont ez nagyon hamar alább tud hagyni ez a lelkesedés, akkor, hogyha eljönnek az első pofonok, az első visszautasítások. És szerintem ami nagy hiba, hogy ilyenkor az ember így bezárkózik a kis tornyába, és senkitől nem fogad el tanácsot, senkitől nem kér segítséget, hanem azt mondja, hogy oké, akkor ennek így kellett lenni, hogy engem nem vettek fel, vagy ez itt teljesen rendben van, hogy nem kapok visszajelzést, aztán utána nyilván elkezdi saját magát marcangolni, és nem halad az egészen. Tehát az egyik első hiba az azt szerintem, hogy az ember nem próbál meg egy objektív képet kialakítani arról, hogy most hol van, hol tart az egész folyamatban, és a másik pedig, ami ehhez nagyon erőteljesen kapcsolódik, hogy nagyon hamar levon egy olyan következtetést, ahol igazából még nincsen egy objektív lehetősége arra, hogy kialakítson egy reális képet a saját helyzetéről, hiszen nem pályázott eleget, nem biztos, hogy jó volt a célzás, nem biztos, hogy jó pozíciókra adott lejelentkezést. Tehát szerintem az első, azt így fogalmaznám meg, hogy talán a volumennek a hiánya és az saját magunkkal kapcsolatos objektív látásmódnak a hiánya és a visszajelzés től való elzárkózás, ezt így egy csoportba raknám, ez lenne az első, amit mindenképpen mondanék. A második az, hogy irreális elvárásaink vannak igazából a kiválasztási folyamattal kapcsolatban, ami általában nyilván abból fakad, hogy a józan ész szerint úgy gondolkodunk, hogyha mi jelentkezünk valahol, akkor onnan fogunk kapni visszajelzést. Pedig a valóság az általában az, hogyha jelentkezünk 10 helyre, akkor kapunk egy vagy két helyről visszajelzést, és ez egyébként a mostani piaci viszonyok szerint nem tűnik egy rossz aránynak, azt lehet mondani, hogy ezzel már lehet egyébként sikereket elérni. Tehát, hogy vannak egy ilyen irreális elvárásaink a folyamattal kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan fog jönni a siker, és hogyha ezek nem jönnek, ugye visszatérünk az első pontunkhoz, amit mondtam, hogy nagyon hamar egy ilyen fásultságban, rossz kedvben, önmarcangolásban tud az egész folyamat átcsapni, úgyhogy valójában ennek nincsen igazából oka, hogy ez bekövetkezzen, mert ez a folyamat teljesen normális, teljesen normális, hogy az történik, hogy nincsen azonnal visszajelzés, normális az, hogy ez időt vesz igénybe, normális az, hogy ez akár hónapokig tart, hiszen ez, ami nagyon fontos, hogy az embernek türelmesnek kell lennie saját magával kapcsolatban, a folyamattal kapcsolatban, és egyszerűen el kell tudnia fogadni azt, hogy ez a játéknak a része, hogy van benne visszautasítás. Talán ezt mondanám másodiknak, és amit nézzük meg, hogy harmadik pontnak az, én azt gondolom, hogy egy picit, hogyha túlmegyünk ezen az irreális elvárásokon, túlmegyünk az objektív látásmódon, az pedig maga az eszközrendszer és a tudás, tehát az, hogy érdemes a folyamathoz hozzáállni. Tehát az a helyzet, hogy amikor arról beszélünk, hogy akár írásban, akár szóban valaki szeretné magát értékesíteni, ez egy skillset, ezzel ugyanúgy kell rendelkezni, mint az, hogy valaki mondjuk ért a könyveléshez, vagy mondjuk ért mondjuk az Agile-hoz, vagy az IT projektmenedzsmenthez, ez ugyanúgy egy skill. Amit hogyha valaki nem rendelkezik, akkor nem fogja tudni elérni azokat az állásokat, azokat a minőségeket, lehetőségeket, amit egyébként ő papíron megérdemelne. És ez, amit szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy ha nem rendelkezünk ezzel a skill-lel, akkor egyszerűen mindenképp lesz a valóság és a feltételezett valóság között egy torzulás. Tehát nekünk az a valóság képünk, hogy mi megérdemlünk X összeget, X pozíciót, viszont a velünk kapcsolatos feltételezett valóság az egy picit alacsonyabban lesz. És ez a készség, ez abba tud segíteni, hogy a valóságot valóságként tudjuk kommunikálni, sőt egy picit többet mondok, egy picivel kedvezőbben kommunikáljuk, mint az igazi valóság, hiszen tudjuk azt, hogy a kiválasztás során ugye diszkontálni fogják a kiválasztást végzők ezt a feltételezést, amit magunkkal kapcsolatban próbálunk megalkotni, és így tudunk igazából a mínuszból eljutni egy kicsi pluszba, ami valójában megáll a valóságnál. Tehát ezt tudjuk gyakorlatilag elérni a megfelelő kommunikáció, megfelelő értékesítési készségek által, akár írásban, akár szóban történik ez. Tehát ez a három lenne, amit így kiemelnék, tehát akkor objektív hozzáállás, volumen, ez az első pontunk így gyakorlatilag egy A és B verzióba, utána ugye a második az irreális elvárások, a harmadik pedig az értékesítési készségeknek a hiánya. Aha, nagyon értékes és konkrét gondolatokat osztottál meg velem, nagyon szépen köszönöm, és a nézőkkel. Ugye maga a pályázathoz kapcsolódik a kapcsolatfelvétel, és van egy írásos dokumentum, az maga a termék, tehát ahol egy brosúra magunkról, amit ugye ilyen csili-vili karrier oldalakon keresztül is, de szükséges mellékelnünk. És akkor rátérnék a konkrétan az önéletrajz kérdésére, hogy abban, amit elhintettünk idézelben a médiában, vagy ami elérhető az interneten, hogy milyen struktúrája van, mit kell beleírni, kell-e kísérőlevél, tehát magáról az önéletrajzokról azokat a hasznos tanácsaidat hallanám meg, amivel esetleg segíthetsz a jövő pályázóinak, hogy amit mások elkövettek hibát, azt ne kövessék el ők például.
Tehát van-e olyan, ami az önéletrajzba kapaszkodó, lehet, hogy felejtsük el, mert old school vagy, vagy amire most különösen oda kell figyelni, vagy hogy konkrét legyen, gondolok én arra, hogy ugye elkezdtük oktatni, edukálni az érdeklődőket különböző HR-es csatornákon is, hogy mit tudom én, a pályázatban mindenképp legyen egy sor, hogy ő neki konkrétan az a célja, hogy azt a munkakört betöltse, stb. Tehát egy picit, hogyha te szemeddel. Oké. Okay. Jó? Nagyon komplex a kérdés, tetszik egyébként, köszönöm szépen. Hát amit rögtön mondanék, és talán így a nulladik pont az önéletrajzzal kapcsolatban, hogy nagyon nagy veszély az, hogyha valaki elkezdi saját magát ingyenesen elérhető forrásokból edukálni, és hamar eljuthat arra a pontra, hogy egymásnak teljesen ellentmondó információkat talál, ami végül azt eredményezi, hogy oké, akkor minden baromság csinálom azt, ami éppen eszembe jut, amiből nyilván egy tök rossz végeredmény fog kisülni nagy valószínűséggel. Kontármunka lesz a vége, eredménytelen önéletrajz és csalódás, és visszatérünk ugyanoda, amivel kezdtem gyakorlatilag a nagy hibákon. Tehát ez egy nagy veszély, erre mindenképp szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon fontos azt tudatosítanunk, hogy az önéletrajzírás az igazából marketing szövegírás, ami egy szakma, ezt meg lehet tanulni, ennek van egy hogyanja, és hogyha valaki ebbe csak úgy belekezd, akkor ugyanolyan eredménye lesz, mint hogyha én mondjuk belekezdenék ennek a videónak a felvételébe, anélkül, hogy lenne ezzel kapcsolatban tudásom. Úgyhogy ez fontos tudatosítani, hogy ez egy skill, amit meg kell szerezni, vagy meg kell bízni valakit, vagy részt kell venni egy tréningen, de mindenképpen ebben érdemes előrelépni. A másik, amit szoktam mondani, szerintem egy nagyon alapvető gondolat az önéletrajzzal kapcsolatban, hogy az önéletrajzot nem magunknak írjuk. Az önéletrajz az nem egy adóbevallás, nem egy historikus dokumentum, nem önkifejezés, nem kell, hogy nekem tetszen, nem kell, hogy az édesanyámnak tetszen, vagy az ismerőseimnek tetszen, sőt, még durva lesz, amit mondok, de még az se kell, hogy a HR-esnek tetszen. Egyetlen egy funkciója van az, hogy bejutasson az interjúra. Hogyha azt mondja a HR-es az interjún, hogy Gellért, ez az önéletrajz, ez borzalmas, ez nekem nem tetszik, az nekünk tök jó, mert ott ülünk az interjún is, lesz lehetőségünk bizonyítani. Viszont ha nem jutunk el idáig, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit mond az önéletrajzunkról. Tehát fontos azt tudatosítani, hogy itt az egyedüli KPI-t, az egyedüli mérője annak, hogy egy önéletrajz sikeres, az az, hogy interjút éres. Semmi más igazából nem számít, ez a nulladik kiinduló pontunk. És ehhez igazából ami szükséges, az az, amit te is mondtál, vagy így a kérdés kapcsán részben megfogalmaztál, hogy természetesen, hogyha van egy konkrét pozíció, van egy iparág, ahol szeretnénk pályázni, akkor a nulladik lépés az az, hogy elvégzünk egy olyan kutató munkát, hogy felderítjük, hogy az adott pozíció kapcsán mik azok a sikertényezők, mik azok az elvárások, amit nagy valószínűséggel velünk kapcsolatban támasztani fognak, és utána átgondoljuk azt, hogy a meglévő múltunkból, a meglévő hátterünkből hogyan tudjuk ezt az elvárási rendszert, vagy ezt a kommunikációt, ezt a percepciót kialakítani a múltbeli tapasztalataink eredményeinken keresztül, és ugye ezt egy marketing szövegen keresztül kommunikáljuk is. Ami még nagyon izgalmas és fontos, hogyha arról beszélgetünk egyébként, hogy önéletrajzírás, akkor nem csak egy célcsoportunk van, tehát nem csak arra van szükségem, hogy a HR-esnek azt tetszen. Át kell gondolnunk azt, hogy lehet, hogy egy applicant tracking system, egy ATS is, tehát egy gépi intelligencia végig fogja nézni az anyagot. Elképzelhető, hogy egy bármiféle bántás nélkül mondom ezt, de egy junior HR-es kolléga kap egy ilyen checklistet, hogy erre a három dologra vagy öt dologra figyelj, és az alapján kiszórhatja az anyunkat. Tehát tudnunk kell, hogy mik lesznek azok az ilyen olyan kemény szabályok, amiket mindenképp teljesítenünk kell annak érdekében, hogy tovább tudjunk menni, és utána a végén ugye arra is szükségünk lesz, hogy a szakmai vezetőnek egy minőségi anyagot tudjunk kommunikálni, tehát azon túl, hogy megugorjuk a kulcsszavas kihívást, megugorjuk a junior kolléga kihívást, utána még arra is szükség van, hogy mellette szakmai értelemben egy nagyon minőségi kommunikációt folytassunk, ahol eladjuk magunkat. És ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy ha belegondolunk abba, hogy a legtöbb ember csak belekezd az önéletrajzírásba, bármiféle marketinges tudás, bármiféle szövegírói tudás, bármiféle kutató munka nélkül, akkor teljesen nyilvánvalóan kijelenthető az, hogy körülbelül zéró esélye van arra, hogy a három célcsoport irányába hatékony kommunikációt tudjon folytatni. Ebből fakadóan nyilván az eredmények is borzalmasak lesznek, és nagyon nagy csalódás lesz a vége. Tehát, hogyha valaki nagy eredményeket szeretne elérni, ahhoz nagy előkészületek és egy professzionális hozzáállás kell. Talán ez az, amit így első körben mondanék, de nyilván erről a témáról még rengeteget lehetne beszélni. Nagyon szépen köszönöm, tehát megerősítetted azt, hogy tehetünk azért, hogy sikeresebben pályázhassunk, és nagyobb esélyünk legyen az adott állásban, legalább eljutni az interjúig, ahol bizonyíthatunk. Mindjárt meg is szeretnének kérdezni azzal kapcsolatban, hogy te egyébként miben tudsz segíteni a hozzád fordulóknak, de még mielőtt megkérdezném ezt, az érdekelne igazán, hogy ugye emberek segítünk. Te is a magad platformán nagyon sokat tettél azért, hogy ezek a pályázatok sikeresebbek legyenek. Mi a, hogyha
Mi az a egy-kettő, megint csak ilyen jó emlék, vagy nagy sikerélmény, amire mai napig szívesen gondolsz vissza, és büszke vagy, hogy mondjuk neki segítettél? Aha, mert például onnan indult és oda jutott, vagy ez visszajelzések alapján ez neki óriási dolog volt, és te ennek részese voltál. Fúj, nagyon sok ilyen van, ugye az elmúlt években megírtam több mint 350-360 pályázati anyagot, és én azért eléggé így azt mondom, hogy a piacnak a csúcsragadozóival dolgozom, tényleg így az álláskeresők krémével, hogyha mondhatom ezt, és ez tudatosan is ez volt a pozícionálásom, tehát abszolút nem tömegtermék, tömegszolgáltatás, amit nyújtottam. És emiatt azért jó párszor ezt el tudom mondani, és teljesen őszintén felmerem vállalni, hogy amikor elkezdődött egy együttműködés, akkor tele volt a gatyám, hogy vajon tudok-e nem majd neki segíteni. És szerencsére azt tudom ma már mondani, hogy minden esetben tudtam, viszont nyilvánvalóan, amikor egy csúcsvezetővel, egy olyan szakemberrel dolgozom együtt, aki úgymond a régi vállalati karrieremhez képest 4 lépcsővel fölöttem volt, és akár egy nagy multicégnek a board membere, nemzetközi szinten dolgozott, nagy multinacionális vállalatoknak a menedzsmentjében, akkor azért van egy olyan jellegű elvárás, egy minőségi elvárás az én irányomba, meg nyilvánvalóan tudom azt, hogy itt ennek így mindennek így élére állítva kell lenni a folyamat végén, és még eredményeket is kell, hogy hozzon. És ez a fajta kihívás, ezt egyébként nagyon élveztem a munkámban, és ezt nagyon szerettem, hogy én azt a döntést hoztam meg a legelején, hogy szeretnék nagyon jó eredményeket, élvonalbeli eredményeket szállítani az ügyfeleimnek, és ezt nem bárkinek szeretném megtenni, hanem tényleg azoknak, akik a legnagyobb elvárásokkal rendelkeznek. És talán azt tudnám mondani egy általánosságban, hogy ez volt nekem egy ilyen nagyon nagy siker, hogy egy olyan ügyfélkörnek, akivel kevesen mernek dolgozni, sőt keveseket is bíznak meg, hogy velük dolgozhassanak, nekik tudtam egy tényleg konzisztensen éveken keresztül eredményt szállítani. Most így konkrét sikersztorik, amik eszembe jutnak, nagyon sok olyan középfelső vezetővel dolgoztam, aki úgy jutott el hozzám, hogy akár 6-12 hónapja álláskereső volt, megvittem az önéletrajzát, és néhány hónapon belül sikerült elhelyezkednie. Volt olyan átütés, vagy ilyen átütő siker, ahol valaki egy nagyon jó minőségi váltást tudott meglépni, volt mondjuk egy 5-10 fős csapat, és ebből sikerült váltani egy 60 fős csapatba. Volt olyan ügyfelem, aki nemzetközi szintéren tudott tök jó váltást meglépni. Volt, akit az Amazonhoz helyeztem el, Googlehöz. Abszolút így magyarokkal dolgozom egyébként elsősorban, de így nemzetközi szinten rengeteg pozíciót sikerült megnyerniük. Nagy multikhoz, most nem akarom tudom, hogy mondhatok-e neveket ebbe a beszélgetésben, nagy multikhoz sikerült olyan embereket elhelyeznem, akik az adott pillanatban, amikor engem megkerestek, szinte így teljesen magukba voltak roskadva, és nem látták, hogy mi lesz ebből a kiút, és sikerült egy megfelelő pozícionálással, egy megfelelő értékalapú kommunikáció, egy teljesen más szintre helyezni az ő személyes brandjüket, és bejuttatni őket olyan interjúkra, amiket akkor még lehetetlennek tartottak. Úgyhogy ilyen sztoriból szerencsére nagyon sok van. Egy nagyon, azt mondom, hogy az iparákhoz mérten egy nagyon extra ügyfélelégedettségi és siker átlaggal rendelkezem, tehát ebből a 360 pályázati anyagból két olyan esetről tudok, amikor nem hozták az elvárásokat az önéletrajzaim, viszont ezekben az esetekben is elhelyezkedtek ezek a szakemberek, úgyhogy azért azt tudom mondani, hogy eléggé elégedett vagyok így a munkámmal, és nem véletlen az, hogy gyakorlatilag ez egy olyan profil, meg egy olyan nis, amivel most itt a piacon dolgozom, ahol most talán azt tudom mondani, hogy a top 1 megoldás vagyok Magyarországon erre a problémára. Igen, és ez tök jó, büszke is vagyok rád és a munkásságodra. Ami érdekelne, hogy az életnek ugye nem mindig csak ez a napsütéses oldalán vagyunk, azért vannak olyan tanulságok, tapasztalatok, amikből sajnos tanulnunk kell, és hogyha hittel csináljuk, akkor tanulunk is. Neked mik voltak, vagy mi az az 1-2-3 olyan tapasztalat, amiből azt mondod, ez egy pofon volt, tanultam belőle, és sikerült fejlődnöd ezt követően? Fú, most éppen egy nagy pofon közepén vagyok, úgyhogy tök szívesen mesélek róla. Nyilván az én életem se csak móka és kacagás, tehát hogy ebben a munkámban rengeteg szerintem kihívással találkozik az ember, és nagyon sokszor érzi azt, hogy aztán ez így nagyon kemény, és ennek van egy nagyon erős érzelmi oldala, hiszen ahogy ugye mondtam, hogyha valaki így a sorsát, a karrierét, az egzisztenciáját ugye ránk bízza, az egy nagyon nagy felelősség, és nem azt mondom, hogy álmatlan éjszakáim vannak, de sokszor tényleg így azért van bennem egy olyan érzés, amikor valakivel elkezdek egy közös munkát, azt egy ilyen hatalmas teherként és felelősségként élem meg, hogy itt nekem szállítanom kell, eredményeket kell hoznom, hiszen ez van velem kapcsolatban elvárva. Úgyhogy ez mindenképpen azt mondom, hogy ez egy nagyon így emeli, mondhatni a téteket, és ezzel kapcsolatban, amit így kudarcként tudok megélni, amikor valaki egy általam átadott megoldást, egy keretrendszert mondjuk nem hajt végre tökéletesen, és azért a kezetekben nem azokat az eredményeket éri el, ami egyébként elérhető lenne, ez sokszor kudarcként
projektként élem meg is, akár személyes kudarcként. A másik, ami egy kicsit ilyen vicces vonatkozású, amit nap mint nap tapasztalok, hogy nyilvánvalóan amiatt, hogy termékeket, szolgáltatásokat értékesítek, ezért gyakorlatilag ugye előfordul az, hogy ehhez tartozik marketing és értékesítési tevékenység, és sokszor ezt ilyen kis tüskeként vagy szúrásként élem meg, amikor valakitől mondjuk kapok egy olyan kommunikációt, levelet, visszajelzést, hogy figyelj, nem kérek tőled semmilyen további kommunikációt, hogy szeretném, hogyha minden adatbázisodból törölnél. Ez nyilván egy tüske az emberben, viszont a másik oldalon meg naponta kapok olyan leveleket, hogy egy ingyenes anyagon valakinek teljesen megváltoztattam a karrierpályáját vagy az útját. Tehát, hogy ez igazából azt mondom, hogy egy nagyon izgalmas dolog, hogy itt folyamatosan ilyen csúcsok és nagyon nagy ilyen hullámvölgyek vannak, és a kettő között nagyon tág így az érzelmi perspektíva is, amin így az ember így keresztül megy. És ami ugye a mostani, tehát mondtam, hogy van egy mostani ilyen nagy pofon, amiben éppen belefutok, hogy én mindig személyesen így nagyon magamra veszem, vagy nagyon így megélem azt, hogyha van egy olyan szolgáltatásom, vagy termékem, amit nem feltétlenül értenek meg az emberek, vagy nem látják mögötte, hogy mit tudnak által elérni. És most nem akarom megnevezni, mert nem akarok semmilyen értelemben promózni, de van egy olyan termékem, egy olyan szolgáltatásom, aminek most aktívan megy a marketinges kommunikációja, amit több száz ember már keresztül ment ezen a tematikán, iszonyatosan értékes a tananyag, zseniális visszajelzések vannak ezzel kapcsolatban, és valamiért még sincs meg ez a csettintés, hogy így átütően ez sikerré tudjon válni, és sok emberhez el tudjon jutni. Látom, hogy működget a marketing, mert nyilván értékesítő voltam, marketinggel foglalkoztam, tehát hogy el tudom adni magát a szolgáltatást, de van bennem egy ilyen személyes fájdalomérzés, hogy basszus, ez annyira jó lenne, hogyha sok emberhez eljutna, és valamiért még sincs meg az a konkrét product market fit, az a konkrét probléma tudat, amire ez valakinek megoldást jelent. És erre kellett rájönnöm most, hogy üzletileg sajnos én is ugye tanulok, én is nyilván benne vagyok abban a folyamatban, hogy a termékeimet, szolgáltatásomat megpróbálom úgy alakítani, hogy az minél több embernek tudjon értéket jelenteni, minél több embernek tudja segíteni, és ilyenkor néha nagyon fáj az, amikor rájuk arra, hogy ez tök jó, amit csinálok, de valahogy egy picit máshogy kellett volna becsomagolnom, picit máshogy kellett volna felépítenem annak érdekében, hogy ezt jobban értse meg az, akinek éppen ebben a helyzetben van, hogy ez neki hogy fog megoldást jelenteni. És ezt talán azt mondom, hogy most egy ilyen kis kudarc, de egy olyan kudarc, amin rengeteget tanulok, és azt tudom mondani, hogy nyilván enélkül nem tudnék előrelépni. Ugye van az a mondás így a startup világban, hogy bukjál gyorsan. Itt az a nagy hibám, hogy nem buktam elég gyorsan, mert ez 2 éve megy ez a termék, és most jöttem rá arra, hogy itt valami nem oké a kommunikációban, pont azért, mert egyébként voltak vele sikerek. De ez most pont egy ilyen helyzet, hogy ezt így egy picit kudarcként élem meg, úgyhogy ezt abszolút be tudok erről számolni. Hát nagyon bízom benne, hogy a mi közösségünk, vagy a mi csatornánk segíthet neked abban, hogy ez a termék ismertebb legyen, és egyáltalán nem önpromó, amit majd mindjárt kérdezek tőled, de azt gondolom, hogy a te munkád hasznos, a te munkád konkrét és kézzelfogható, és hiteles szereplője vagy ennek a szakmai rétegnek itt Magyarországon, ezért találkozunk ma. És azt szeretném megkérdezni itt most tőled a beszélgetés végén, hogy egyébként hozzád mivel kapcsolatban tudnak fordulni és hol érnek el, mert hála annak, hogy a közösségi médiában ott vagy, tehát mind YouTube-on, mind LinkedIn-en is nagyon elérhető vagy, és mondom elő vagy, hogy ki és mivel fordulhat hozzád. Hogyha segítségre szorul, akkor ebben segítsd a mi nézőinket, jó? Hát egyrészt köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erre válaszolhatok, viszont előtte szeretném neked is megköszönni így a, úgymond ezt a, te úgy fogalmaztam, amikor először telefonon felhívtam, hogy a tiszteletbeli HR-es, és ez így megérintett így érzelmileg ez a megnevezés, úgyhogy ezt köszönöm szépen, hogy így mond ilyen értelemben így a közösség részéről egy ilyen befogadás megtörtént, ez nekem tök sokat jelent. Viszont a válasz a kérdésedre, én azt mondom, hogy az álláskeresésnek a teljes így időtartamát le tudom fedni. Egyetlen egy dologgal nem foglalkozom, klasszikus karrier coachinggal, útkereséssel. Tehát, hogyha valaki azzal a problémával néz szembe, hogy váltani szeretne valahova, de még nem tudja, hogy hova, akkor nem én vagyok az embere. Viszont ha már tudja, hogy mit szeretne elérni, milyen pozíciót szeretne megpályázni, problémája van az önéletrajzával, a LinkedIn profiljának a kialakításával, nem jönnek az eredmények, nincs elég interjú, nincs meg az a megfelelő stratégia, amivel pályázni kéne, nem tudja, hogy hogyan promózza magát, hogyan alakítson ki self-brandet, hogyan használja a networkinget, hogyan jelentkezzen LinkedIn-en állásportálokon, ebben biztos tudok segíteni, és ugyanúgy foglalkozom egyébként interjú felkészítéssel is, és talán azt mondom, hogy az egyik legpopulárisabb termékem vagy szolgáltatásom az nyilván az önéletrajzírás. Itt most egyébként 2021-ben egy olyan nagy váltás történt meg itt a CV-Shark működésében, hogy azt a modellt, azt a módszertant, amit követtem több száz anyag megírása során, azt modelleztem és egy olyan folyamatot építettem ki belőle, hogy egyébként ez tréning formájában is elérhető. Én azt mondom, hogy szerintem ez lesz nálam most így a 2021-nek a nagy dobása, valószínűleg ezzel a termékkel fognak a legtöbben megkeresni, de természetesen, hogyha valakinek vannak extrém elképzelései, nyugodtan keresse meg. Azt mondom, hogy nem. Úgyhogy.
Köszönöm szépen, és még egyszer köszönjük az idődet, hogy eljöttél hozzánk. Munkához sok sikert kívánunk, és ne felejtsétek, ha önéletrajz, akkor szívisár. Erdősi Gerjed, sziasztok! És iratkozzatok fel a csatornának. Köszönjük, hogy megnéztetek. Sziasztok! Köszönjük!